Üdvözletem mindenkinek, Necrocream vagyok, és bátorkodtam összeszedni néhány információt az új Call of Duty Ghostról, hogy tisztázzuk is azért, hogy mi várható abban a játékban, még mielőtt nagyon belelkesednénk, hogy jaj, de nagyszerű lesz ez a játék, vagy éppenséggel, hogy pont belelkesedjünk, hogy na igen, ez a játék kurva jó lesz, és hát nyomozgattam, megnézegettem ugye olyanoknak, akik sikerült elmenniük, kipróbálniuk élőben ezt a játékot, és hát mik a tapasztalaték, a leírások, stb. Hogy a játékkészítőktől is információk, amit származnak, és úgy döntöttem öntöm mindezeket az információkat egy videóba. Hát sajnos Call of Duty Ghost gameplayt ugyanazt nem akartam fölrakni, és hát ugye rakhatnék föl új videót is a Code Ghostról, de az nem a sajátom lenne, úgyhogy hát ez most kimarad, úgyhogy láttatok egy olyan Black Ops játékot, ahol az ellenfél lelépett valamikor a második félidő elején, hogy miért a nem tudom, de minden esetre jöjjenek az információk. Szerintem rögtön bele is vágok tulajdonképpen a perkekbe, mert hogy itt azért vannak érdekes dolgok, hogy lássuk azt, hogy mégis új, nem új, vagy hello, szia, visszaköszöntenek a régebbi dolgok. Ugye, amint tudjátok, háromfajta féle killstreakek lesznek, nem is perkek, killstreakekkel kezdjük. Lesz ugye a support, az assault és a specialist. Amint látjátok, ha jobban megfigyelitek a képet, ugye a képen az assault strike látható. Amint látjátok, ugye itt is ugyanúgy van radar, és ugyanúgy van a... Már nem is emlékszem, hogy hívták az MV3-ba a Bouncing Betty féle felrobbanó valamit. Aztán ugye van a Riley, ami mondhatnánk egy ilyen újításnak, Sandrigan, micsoda újítás, helikopter, valamilyen irányítható helikopter, ugye a kis Dragonfire, nem már csak így hívom, na, hihetetlen újítás, a késelős Juggernaut, a Juggernaut Maniac, helikopter és még egy repülő valami, ami hát valószínűleg irányítható lesz, kb. 15 killstreak-kel hozzá, ahogy néztem. Úgyhogy lehet, hogy nem is lesz annyira lehetetlen elérni, de majd meglátjuk. Szóval azért ha megnézitek ezeket a készlikeket, annyira nem újak. Szóval azért nem kell nagyon belendülni, hogy új, de jó, készlikeket csinálják, nem újak. És akkor itt is térnék rá, rögtön a Super Strike Package-re. Hát mit az az Isten, van UAV, és van egy Ballistic Vest féleség, van kerpek is, hát úristen, ez nem tudom mi ez a negyedik jel az első sorban. De ugye van Counter UAV, és van Juggernaut féleség, van egy rakéta kilövő, amit nem tudom, itt van, igen, ő lenne az a második sor elsője, ami hát egy célzó berendezéssel ellátott rakéta, hogy ő kilövöd és irányított a rakétát, amerre csak látsz, ez nevezném egy újításnak. Szóval azért, amint látjátok, bár jó a játék, így aztán mégis azért vannak hasonlóságok a killstreakek között. A Specialist Strike hogyan fog működni, arról még sok információ nem jött ki, arról a készítők nem árultak el nagyon sok minden, de első sorban ugye el lehet mondani azt, hogy lesz például egy olyan perk, ami a Dead Eye névre hallgatva, mondhatnánk azt, hogy az a leg-unfair, tehát nem legkevésbé igazságosabb perk, egy olyasmi lesz, mint a Stopping Power az előző kodokban, hogy hát könnyebben lehet vele ölni, kevesebb golyó kell ugye az emberbe. Ugye a Specialist Strike arról híres, hogy ott perkeket szedsz össze a pontokért, na most, hogyha eléred ezt a perket, akkor ugye jobban fogsz tudni ölni, lőni, stb. De hát majd meglátjuk, hogy ez pontosan hogy fog működni a multiplayerbe. Jöjjön egy kis pozitívum, most ugye, ha mondhatnánk azt, hogy újítás, nem újítás itt a killstreakek kapcsán, de jöjjön egy kis pozitívum, azt el kell árulni, hogy a játék maga jól néz ki, nem mondom, hogy a Crysis grafika, de a játék jól néz ki, tényleg kihozták maximumot belőle, a hangok tényleg jók, tehát sokan mondták, írták le, hogy tényleg amolyan valódi, ha fegyver hangja van a fegyvereknek, tehát úgy, ahogy a valóságban is elhangzik, körülbelül úgy hangzanak a fegyverek maguk. A játékban is az animációk nagyon jók, és
és azok jól ki vannak találva, szóval ezen sokat dolgoztak a srácok állítólag, és de tényleg ez látszik a kis videókon is, hogy tényleg jól néz ki. Nos, jöjjön ugye, sokan kíváncsiak vagytok a csipára, hát hogy lehet-e majd quickscope-olni. Nos, hát utána értünk az ügynek, és lehet quickscope-olni, de sokkal nehezebb. Szóval azért megoldották, hogy hát megoldották, szerintem nem akartak semmit megoldani, de nem lehetett van kiszkópolni, de úgy néz ki, hogy hát azoknak, akik eddig megszokták ezt a stílusú kiszkópot, ami az eddigi kodokban volt, azok majd újra tanulják az egész trükköt, mert hogy nehezebb lett. Őszintén személy szerint én nem vagyok quickscope fan, és nagyon örülök, hogy egy kicsit visszaköszön a hardscope féle csipázás, és ez ugye annyit is tesz, hogy a pálya szerkezetek is, ha minden jól megy, akkor úgy vannak kialakítva, hogy ez nem lehetetlen majd megoldani, hogy hardscope-olni, hogy nyugodtan lesen csipázni, egy kicsit a oldschool-osabb csipa játék felé hajlik a játék, ez számomra nagy öröm, szerintem más számomra is nagy öröm, és azért ugye a quickscope-osok se ijedjenek meg, mert nem lesz lehetetlen quickscope-olni, de nagyon úgy néz ki, hogy sokat kell gyakorolni újra, hogy megtanuljátok a quickscope-ot. Szóval ez egy ilyen pozitívum, negatívum, és van akinek az, van akinek nem, én speciál, hogy úgy mondjam, pártatlan vagyok ebben, de jobban szeretem a hardscope-ot, és favorizálom, nekem tetszik az új csipa kinézet, tetszik, hogy nem sötétül lenne a képernyő, jobban néz ki, szebb, csepp, stb. Miről beszélünk még? Egyelőre ugye alfa státuszban van a játék, szóval azért még vannak frame, tehát FPS csökkenések azért még vannak, ugye, hogy úgy mondjam, akik kipróbálták a játékot, azok egy PC-n játszottak vele, de Xbox imitált PC-n, szóval az új konzolt lemásolták PC-re, és azokon játszottak, szóval ott még volt egy-két FPS csökkenés, és stb. De ez alfa bázisban, alfa státuszban játéknál ez tök normális, de ugye megszoktuk azt, hogy a Call of Duty-nál ez mégiscsak azért valószínűleg PC-n lesznek ott ilyen FPS csökkenések időként, helyenként, úgyhogy erre lehet számítani, bár hiába alfa státusz, meg kijön a végleges státusz, tuti biztos, hogy ott is lesz valami gigszer ezzel kapcsolatban, úgyhogy aki arra gondolja, ez a játék szép folyamatosan fogni, igen, lehet, hogy fog futni egy jó drága videókártyánál szép folyamatosan, de FPS csökkenéseket, Call of Duty motorok, ugyanazok a Quake Engine, szóval lesznek valószínűleg, nagy valószínűséggel lesznek FPS csökkenések, szóval azért erre is számítsatok. Ugye, amint mondtam, hogy azért a maguk a killstreak, illetve a perkek elég hasonlóak lesznek az előzőekhez, szóval annyira nagy újítás nem jött be, csak kicsit több van, kicsit variáltak, hogy hogyan lehet őket használni, de semmi extra lesz, és egy nagyon ijesztő pletyka ütötte fel a fejét, de ez tényleg pletyka, ezt ne kezétek komoly információnak, de lehet, hogy visszatér a Danger Close, ugye MV2-ben, aki nem tudna, a Danger Close az volt, amitől jobban robbantak a gránátok, és könnyebben halt el, ez ugye a GL-nek jó hír, mert ugye jobban lehet vele GL-ezni, de ez nagyon pletyka, ezt nem szabad készpénznek venni, de ha visszatér a Danger Close, az ugye elég elrontott a Modern Warfare 2-t, ha lehet úgy mondani, de majd meglátjuk, ez nagyon pletyka szinten forog. Visszatérve egy kicsit a killstreakekre, ugye van ez a Juggernaut Maniac, vagy ez a késelős Juggernaut féleség, amit láthattatok sok videóban, hogy fut az űrge, és páncélban van, és lekésel mindenkit, na arról jöttek azért visszajelzések, hogy ez mégis hogyan néz ki, vagy hogy mit, hogy ugye gyakorlatilag, ha megkapod ezt a killstreaket, akkor semmi más nem kapsz, csak egy kést, meg a páncélt futsz körbe a pályán, és késeled az embereket, de nincs életregenerálódás, tehát ha kapod a golyókat, akkor előbb-utóbb meghalsz, tehát nem regenerálódik az életed, úgyhogy elég ügyesen kell vele játszani ahhoz, hogy sikeresen menjen, de mivel a Juggernaut páncélban vagy, így aztán hát egy pár golyót ki fogsz bírni természetesen, azért, hogy elnéztük, kell hozzá egy pár kill ahhoz, hogy elérd ezt a Juggernautot.
Szóval, szóba jöttek még egyébként a játék színei, hogy hogy néznek ki, a kicsit az MV3-as stílushoz hasonlították, tehát hogy úgy mondjam, fakobbak a színek, úgyhogy készüljetek fel, ha mondjuk lesz egy dzsungelrucis csipás, akkor ki kell nyitni a szemeteket, hogy észre vegyétek, ez annyit jelent. Nos, nagyjából ennyi lenne, még van olyan, hogy úgy néz ki, hogy a játékészítők rengeteg játékmódot raktak bele, az úgy néz ki, hogy körülbelül 20 játékmód lesz, ami hát mondhatnám, hogy rossz is, egy jó is, de hogyha most megnézzük a Black Ops-ot, hol játszanak a legtöbben, Dominationben és TDM-ben, szóval sok játékmód, de minek gyakorlatilag, mert így is, úgy is, ugye megnézzük, egy-két Black Ops 2 lobbyt éppen, hogy vannak benne 100-an, 200-an, 500-an, stb. Szóval nem tudni, hogy mi lesz ennek a sorsa, de ez lehet pozitívum is, negatívum is egyaránt, szóval ki maga döntse el, aminek akarnak. És íme, ugye megint csak fel van egy ilyen pletyka, de ez azért elég biztosnak látszik, hogy úgy néz ki, hogy be fognak hozni egy olyan technológiát, ami hát lag kompenzációnak hívnak, biztos, volt már eddig is, vagy hát inkább volt, vagy nem volt, de szóval lag kompenzáció lesz, ami annyit tesz, ugye, hogy próbálnak belevinni egy olyan technológiát, ami a játékosokkal simábbá, szebbé teszi. Persze ez nem mindenkinek fog működni, akinek szar internete van, az továbbra is fog laggolni, de akinek kicsit jobb internetje van már, akkor annál működik a technika, és kevésbé fog laggolni. Na most, ha ezt tényleg megcsinálják a játékkészítők, akkor ez a játék kurva jó lesz. És nagyon élvezhető lesz, ha nem, akkor pedig szerintem számítunk a szokásos kodlagokra, amit időnként fel tudnak lenni. Továbbá, amit még elfelejtettem mondani, hogy ugye úgy néz ki, fiúk, lányok, hogy nem lesz aim assist, azért az eddigi Call of Duty-kba beépítettek egyfajta aim assistot, ami annyit jelent, hogy segít a célzásban, hogy könnyebben eltaláld az ellenfelet. Nos, ez most úgy néz ki, hogy bukta, hál a jó Istennek. Na itt aztán azért eldől ki, hogy tud célozni. Xboxon is úgy néz ki, hogy bukta, de ez az azért Xbox az más, oda talán szükség van egy kis aim assistra, mert nehezebb a célozgatni, de PC-n semmiképp sem lesz aim assist, úgyhogy meg kell tanulni lőni, gyerekek, újra, és ugye főleg, hogy lesznek az assault, a csipa és az assault rifle-ok közötti marksman rifle-ok, nos, amikről azt mondják, hogy viszonylag erősek, de elég nagyon rángatnak, hogy úgy mondjam, amikor lősz, úgyhogy azokkal is azért meg kell tanulni lőni, és aim assist nélkül azért kell hozzá némi tehetség is, úgy néz ki, szóval én azt mondom, hogy összesítve, hogy most már így a videó vége felé közelítünk, összesítve megvan minden pozitívum és negatívum, amit eddig a kodok hoztak, szóval azért valljuk be őszintén, ha ránéztek a képre, hogy support, assault strike package, vagy special strike package, és nem sokkal kapunk más, mondjuk, mint az MV3 volt, és a support és az assault között a hihetetlen különbség, és a megnézzük, csak 15 keystreakig kell elmenni most már ahhoz, hogy a legmagasabb keystreaket összehozd, de majd meglátjuk, hogy ez most tényleg hogy fog alakulni. Ugye azt mondták, hogy több lesz a földön lévő keystreakek, tehát amik nem repülnek, ehhez képest van 1, 2, 3, 4, 5 helikopter repülő csoda, teljesen mindegy, hogy mi. Úgyhogy hát hideg is, meleg is a játék, szóval azért mindenki térjen vissza a józan észhez, nem lesz ez annyira speciálisabb, mint az összes többi kód, csak új lesz, ennyi, szóval azért meg lesznek a hasonlóságok, meg lesznek valószínűleg azok is apró hibák, vagy idegesítő dolgok, egyszerűen ez új is, meg nem is egy picit, mindenki döntse el magának, próbáltam egy ilyen tisztázzuk a dolgokat videót csinálni, de a következő gosztos hírekig, vagy egyáltalán a következő videóig várom a kérdéseket, várom a vélemények, kíváncsi vagyok, hogy ti hogy vélekedtek ezekről a dolgokról. A következő videóig, sziasztok!
Eyes on! Friendly Hellstorm missile inbound. Mortel! Hostile UAV above.